Mintegy 700 pályakezdő vállalkozásnak nyújtott anyagi és szakmai támogatást a magyar kormány és a Prosperitáti Alapítvány a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program beindítása óta. Több mint 14 ezer sikeres pályázatról számolhatnak be. A dusanovói Budlinka és Zsebi Kids családi vállalkozást, valamint a szabadkai Mikropak Kft-t és a Digital Hive Kft-t látogatta meg ma Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter helyettese, Pásztor István a VMS elnöke és Juhász Bálint a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője. Bízik a vajdasági magyar közösség támogatásában a vasárnapi parlamenti választáson Pásztor István. A VMS elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban azt mondta, ha a magyarok összefognak, megmutathatják erejüket és alakíthatják a jövőjüket. Szabadkán kampányolt Alekszandár Vučić, a szerb haladó párt elnök jelöltje. Megköszönte azoknak a magyaroknak, akik eljöttek és támogatják mindazt, amiért közösen harcoltak. Hangsúlyozta, továbbra is közösen kell építeni Szerbia jövőjét. Nagy területen sárgulnak a kalászosok Magyar Kanizsa községben. A csapadékhiány és a folyamatos, hosszantartó erős szél már teljesen kiszárította a termőföldet. A gazdák bíznak benne, hogy a hét második felében jön az eső.